The game for us was good. We lost, yes, but I think we play very good, and I'm sure that this team have a lot of potential, and we can play better and better. And I'm sure in the girls, I believe in them. We have a little problem in the roster with the post players. So when they come back, I'm sure that we're gonna be a much, much better team than you saw yesterday. Thank you. Thank you. Jó, húztak a lovaink megint, csak akkora gödrök voltak előttünk, amin azért nem tudnak átmenni a kocsik, tehát ez volt a baj. Rendkívül csalódott vagyok amiatt, mert a játékvezetők nem tisztelik a csapatomat, nem tisztelik a magyar játékost, nem tisztelik a fiatalokat, és így hát nagyon nehéz mit mondani nekik, amikor mindent jól csinálnak, és borzasztó nehéz megmagyarázni, hogy miért nem győznek. Szóval valaki ezt elmondhatná nekem, mert nem tudom, hogy mit mondjak nekik. How did you see the game? Today, we just really want to execute on defensively, offensively. I think we pretty much have it together, but defensively, we're just working on switching because we're missing one of our two components, and I think we just need to work on that for other games. Hát a legfontosabb, hogy megnyertük. Tudtuk, hogy nehéz lesz. Ugye két nagyon-nagyon-nagyon meghatározó játékosunk hiányzott, a harmadik a Dudasó egész héten nem edzett, úgyhogy a Sarok Miki tegnap sérült le, úgyhogy vannak problémáink, ő sem nagyon tudott játszani, sokat ki is pontozódott, úgyhogy számítottam, hogy ilyen nehéz mérkőzés lesz. Hála Isten, hogy a második fél időben volt, aki még pluszba feje volt támadásban. A probléma az, hogy sok könnyű kosarat engedtünk nekik, de hát ezt a védekezést a fáradtság számlájára is írom. Egyszerűen tényleg azok a játékosok, akik ma játszottak 30 perc vagy a fölött, azok eléggé fáradtak. Úgyhogy hát nem lesz könnyű, nagyon bízom benne, hogy visszatérnek a hiányzók, ma nem térnek vissza, akkor így nehéz lesz. Úgyhogy dolgozunk tovább, hála Isten, megnyertük. Köszönöm szépen!